Minden eddiginél nagyobb számú részvétellel választott tegnap az ország, így volt az adás készségünkben is. A részletekről tudjuk a következő igazgatóban. Mai műsorunkban már megkezdett ügyekről lesz szó és két különleges kulturális rendezvényről. Elsőként egy jó hírrel szolgálunk, még pedig Sovas Majdnóban, a is ismerté vált őskohászati múzeumáról, a Somogy Természetvédelmi Szervezetről. A különleges látnivaló sok külföldit is vonzottak a Somogyi taluba, ennek is megépülhet, amely országosan is ritkasság számba megy majd. A kitűnően alakuló otthon építkezés befejeztével várhatóan az egész falu élet megváltozik. Az ide költöző idősek, az őket segítő külföldiek újfajta pesgét indítanak el Somogy fajszon. A Balaton déli partjától 26 kilométerre fekvő természetvédelmi területen lévő Somogyi település már több ízben bizonyította, hogy nyitott az újra. Somogy fajszon évek óta a Somogy Természetvédelmi Szervezet központjaként ismeri az ország és a külföldi partnerek. A falu németországi testvértelepülésével ugyancsak folyamatos az együttműködés. Nemrégiben pedig különleges idegenforgalmi látványosságot találni a Somogy fajszi fák között, hiszen itt tárták fel az egykori őskohó maradványait, amelyet egyedi múzeummá alakítottak. A község vezetői továbbra is előre tekintenek még akkor is, tűnő akadályokkal kell megbirkózni. Olyan fába vágták ezúttal a fejszét, amelynek híve a remények szerint újra messze földre is eljuthat. Elsősorban azonban hazánk idős embereinek kívánnak méltó körülményeket teremteni. A község lakóházai között levő 9 hektáros kastélyparkban ugyanis egy 800 négyzetméter alapterületű téglaépület készül, amelynek befejezése és működtetése az őszi fény alapítvány feladata. Ez az otthont tulajdonképpen évekkel ezelőtt kiürült, egy darabig állt az építkezés. Tavaly augusztusban hoztunk létre egy alapítványt, kimondottan egy otthonnak a befejezésére, illetve hát felvállaltunk mi az alapítványban a régióval kapcsolatban szociális tevékenységet is, de most elsősorban az a célunk, hogy ezt az otthont befejezzük, illetve üzemeltessük. Milyen segítséget kaptak hozzá? Hát nagyon sok segítséget kaptunk. A leglényegesebb segítség az volt, hogy az Egyesült Holland Alapítványok, együttműködő holland alapítványok felé benyújtott pályázatunkra 13 millió forint értékű guldent kaptunk anyagi támogatásként, illetve a Chemnitz, tehát németországi szamaritánus szervezet támogatta meg az alapítványt részben készpénzzel, 7 millió forint értékben, részben pedig május közepén kapjuk meg a szállítmányt, amivel teljes felszerelését megkapjuk az otthonnak. A konyhától az ágyakon a legmodernebb berendezéssel fogunk tudni szolgálni a leendő lakosainknak. Jelent-e ez valamiféle elkötelezettséget majd a külföldiek részére? Azt kell mondjam, hogy nem elkötelezettség, hanem hála Istennek, hogy a Szamaritánus Szervezet két vezetője is a kuratórium tagja lett, ami azt jelenteti, hogy egy hosszú távú együttműködés ők is idősek otthonát működtetnek többek között Németországban. Elképzelhető, hogy az előzetes tervek szerint akár csereüldültetést is fogunk tudni csinálni a lakosaink között. Illetve talán segítenek nekünk abban is, hogy amennyiben kint élő magyar hazatelepülni kívánó idős ember van, ő ide eljusson a mi otthonunkba. Az alapítvány kuratóriumának elnöke, aki a község házi orvosa, azt is hozzáteszi. Elsősorban hazánk idős embereinek érdeklődésére számítanak, sőt az is előfordulhat, hogy a falu lakója költözik hozzájuk. Az anyagi feltételek ugyanis egyformán vonatkoznak mindenkire. A szép tervekkel induló otthon leendő üzemeltetői úgy fogalmaznak, boldog, derűs, kiegyensúlyozott, tartalmas életet szeretnének adni lakóiknak. Itt mindenkinek lesz egy saját kis otthona, egy kis birodalma, ami az övé. Nem tulajdonjogilag az övé, de a haláláig az egyszeri belépési díjjal megváltja, és ő bezárja magára az ajtót, oda megy, akkor meg azt csinál, amit akar, nincs olyan házirend, ami bármiben korlátozná, és a közösségi helységekben meg tulajdonképpen társaságot talál, szórakozik, és nem kórház jellegű, hanem otthon jellegű. Ezért is az a neve, hogy idősek otthona. Hány főre tervezik? 40, maximum 40 főre tervezzük az otthon, de ez teljesen mobilis, attól függően, hogy
hogy igénylik a beköltözők, mert olyan lehetőséget hagytunk, hogy például egy-két egyágyas szobát össze lehet nyitni, és akkor, ha valaki két szobába szeretne lakni, akkor úgy is lakhat. Az elképzelések szerint az összkomfortos ellátás mellett olyan szolgáltatásokhoz is juthatnak majd az otthon lakói, amelyek egyébként számukra nehezen lennének hozzáférhetők. Így mód nyílik például rendszeres színház vagy alkalmankéti opera látogatásra, ingyenes gépkocsi használatra. Szeretnénk itt hobbiketteket kialakítani, amiben ő maga, aki szeretné csinálni, természetesen szabadon választottan, eldolgozhat, akár virágokat nevelhet. Itt nem messze tőlünk van egy hatalmas, viszonylag nagy horgásztó, ahol viszont hatalmas halak vannak, és az esetlegesen horgászni kívánók ide le tudnak majd menni. A faluházi orvosa és egyúttal leendő intézményvezetője szakszerű egészségügyi ellátást garantál az otthon lakóinak, legyen az mozgásszervi, avagy mentális jellegű kezelés. Ha a tervek valóra válnak, ebben a faluban megszokott látvány lesz az elektromos önjáró kisautóval közlekedő idős néni vagy bácsi, akik akár a templomba vagy a sarkiboltba is így kocsikáznak majd. Somogy Fajc polgármestere úgy látja, az augusztusban induló idősek otthona a falunak is értéket teremthet. 13 fő fogott dolgozni, és ebben csak 3 van olyan, aki nem helyi lesz, akinek az a képzettsége, tehát ahol olyan követelményen, ahol nem tudjuk teljesíteni a követelményeket, a másik 10 az a helyi lakosokból kerül meg ki. Miatt reméljük ettől az otthontól, hogy mi a lakosság száma, tehát normatívában is jelentkezik a bevételi oldalán az önkormányzatnak, meg hát legfőképpen a kulturális sport, meg hát a szellemi életébe bekapcsolódnának egyes öregek az ott lakók közül. A megvalósuló nagy terveknek remélhetőleg nem szab majd gátat a pontos előretervezés, a költségek hiánya. Nem úgy, mint a Baranyai Nemeskén. 1992-ben a helyi önkormányzat úgy döntött, hogy monumentális építkezésbe kezd. A tervekben szerepelt egy új iskola, óvoda, szolgálati lakás, könyvtár, orvosi rendelő és egy jegyzőiroda megépítése. A felsoroltak egynegyede valósult csak meg az évek során, pedig az állam bőségesen támogatta a kis település elképzeléseit. A közelmúltban lezárult az állami számbevőszék vizsgálata. A vizsgálat eredménye megkérdőjelezi a falu életben maradását. A nemeskei építkezés csak akkor valósulhatott volna meg, ha megkapják az állami céltámogatást. Az igényelt 22 millió meg is érkezett, a pénz viszont ideje korán elfogyott. Az emberek most nem csak a milliók után kutatnak, de keresik az el nem készült épületeket is. Mindezt az is tetézi, hogy az állami számvevőszék kivizsgálta a céltámogatás felhasználásának jogosságát is, de csak jogtalanságra bukkantak. Nem volt körültekintő a tervezés, nem volt jó megalapozott az a terv, hogy mit akarnak megcsinálni. Illúzióba kergették magukat, hogy itt egy akkora nagy faluházat, akkora nagy polgármesteri irodát, szolgálati lakásokat akartak építeni, minden eljut egy igazi közösségi épületet, amire nem volt fedezet. Ez a fedezetlenség szülte azt, hogy mindig az álmok megmaradtak, csak a pénz valódisága az nem érkezett odáig el, hogy az mennyiségileg elég lett volna. Ilyen kis községnek van 301 fő a település lélekszáma. Kis Tamásival együtt még az 500 főt sem éri el. Nem hiszem, hogy célszerű lett volna olyan építkezésbe belekezdeni, amit terveztek, de amit megcsináltak, az sem volt jó. Véleményem szerint a 32 millió forintos beruházásból az állami támogatási rész beépült, a saját forrás, mivel nincs kizítva, tehát nem is épülhetett be. Így a 32 millió forintból eleve 22 beépítve. Ön mióta polgármester? Én 97. július 20-án lettem megválasztva. Hol van az előző polgármester, aki még annak idején döntött a beruházásról? Ő 96. augusztusában megbetegedett, jelen pillanatban is információm szerint mozgásképtelen, és egy balatoni kis faluba vagy városba él. A nemeskei önkormányzat tehát úgy vágott bele az építkezésbe, hogy a céltámogatáshoz előírt 10 milliós önerővel sohasem rendelkezett. Papírforma szerint viszont ez a rendelkezésük tehát. Ez egy olyan újfajta megoldást csináltak, hogy úgy kötötték meg a szerződést, hogy a kivitelező is, meg a műszaki ellenőrzéssel megbízott személy azt a technikát választotta, hogy az átutalt, az ő részére teljesített összegnek a 30%-át átutalta az alapítvány részére, ez a nemeskei iskolai alapítvány részére. Az iskola alapítvány adta tovább a
az összeget az önkormányzat részére, és ezt képezte valójában a saját erőt. És ez az összeg megjelent a banki finanszírozásban, úgyhogy ez mintha már saját pénze lett volna, márpedig ez is az eredete egy állami támogatásnak az összege. Hány millió forintról volt egy szomacakó? Az egész beruházási 29 milliót ös támogatást ölelt fel, és ebből a jogtalannak ítélt, mi általunk ítélt összege szégyen 11 millió forint, és ennek körülbelül ugyanennyi kamatvonzata van jelen pillanatban már. Tehát, hogy ezt az önkormányzat hogyan tudja lerendezni saját magával, költségvetésileg, ha rendezni kell neki az összeget, erre úgy néz ki, hogy nehéz kilábolási lehetőség előtt áll. Egészen pontosan a csőcele érintette meg a kis települést, amennyiben vissza kell fizetniük a céltámogatás egy részét és a kamatot, ugye a nemeskelyeknek mindent el kell adniuk, és a falu élére egy csődbiztost fognak kinevezni. Szerettük volna megszólaltatni a szerződések megkötésében és a számlákat ellenjegyző hivatalnokot is, ő azonban a megbeszélt időpont ellenére váratlanul elutazott. Kaiser Antal most mindenki helyett cipeli a csőd terhét. Hát, hogyha a csőd bekövetkezik, akkor a csődbiztosnak egyedül egy kötelessége lesz, hogy visszafizesse az államnak azt a pénzt, amit nem is kell elköltött. Miket kell akkor ahhoz eladni? Hát jelen pillanatban először az iskolát, utána az orvosi rendelőt, orvosi lakást, a környezetségi épületét, ahol most ülök a polgármesteri, egy-két tertünk van, és egy életveszélyes nyilvánított kultúrház. Nemeskének akkor ezek szerint nem maradna már semmi? Nem, maradna puszta léte. Illetve egy csődbiztos. Egy csődbiztos, igen. Vajon hova tűnt az a több millió forint? Hát, ki tudja? Csak a polgármester tudja, ki volt. Hát csak az orvos tudja. Élen, hol lett? Ki tudja? Vajon miből fogják ezt visszafizetni, mert Nemeske nem egy gazdag falu? Ez nem. Ez szegény falu. Végig. És most hibáztatják valamiért az előző polgármester? Nem kell most. Hát mi a te hibáztusak? Hát mert hogy... Hát mi már búcsul a semmi sem. A számlázások azok sem kezdett időszakban, de végül az egész beruházás folyamán nem szabályszerűen történtek. Az első alkalommal, amikor az önkormányzat már olyan megoldást csinált, hogy az ő általán 1992-ben megkezdett építkezéseknél azt az építőanyagot, amit megvásárolt és amit elkezdett beruházni, azt kiszámlázta a kivitelező részére. Ő ezt úgy tekintette az első számláját követően, hogy ez, mint a saját része lett volna, ezután is leigényelték az állami támogatást. Menet közben a többi részénél is ugyanilyen módon, vagy hasonló módon csinálták meg a számlázásokat. Nem volt körültekintő a műszaki előkészítés, nem volt körültekintő a számlázás, nem a készültségi fognak megfelelően számlázások történtek, nem az készült el, amit leszámláztak. És még lehetne sorolni a hibánkat. A számvevőszék szakembere is azt mondja, hogy a falu életét évekkel visszavetik a tartozások, beruházásokra és fejlesztésekre nem lesz lehetőségük. Ez olyan leterheltséget jelent évek folyamán az önkormányzatnak, hogy máshonnan vonja el azokat a pénzügyi forrásokat, amikre a falunak szüksége lenne. Tehát le kell csökkenteni a segélyezést, le kell csökkenteni az útfelújításra, esetleg az ivóvízszolgáltatásra adott támogatást, bármilyen olyan az összegű, amelyik más feladatról vonja el az összeget, a falu látja kárát. Tehát erre egyelőre kilátás nincsen, és ez 5-6 esztendőre legalább visszaveti a falu életét. Sok erőre és optimizmusra is szükségük lesz a nemeskeieknek a közeljövőben. Úgy tűnik, nem hiányzik mindez a siklósi önkormányzatban, amikor a sok herceg-hurcát megélt kórház jövőjéről gondolkodnak, és tesznek is elképzelésük megvalósításáért. Bár a kórház dolgozói közül sokan felmondtak az utóbbi időszakban, az intézményt működtető önkormányzat véleménye szerint így is el tudják látni a betegeket a megszokott magas színvonalon. A magyarországi kórházak funkcionális privatizációjának egyik legnagyobb nyertese a siklósi volt. Mint ismeretes, tavaly az irgalmas rend KHT vette kézbe az intézmény működtetését, idén viszont váratlanul kivonult a közhasznú társaságból. Az új rendfőnök által írt levélben az abortuszt jelöli meg okként, de az együtt dolgozásunk ideje alatt ez egyetlen egyszer nem merült fel tényleges okként az ő kilépésünknek. A többszöri megkeresésünkre sem kaptunk érdemleges választ, hogy miért döntött úgy az irgalmas rend, hogy ebből az általa támogatott konstrukcióból kilépett.
A gyors távozás már csak azért is kellemetlen, mivel a rend gyógyászati eszközök és berendezések beszerzését is vállalta, vagyis fejleszteni akart. A KHT jelenlegi menedzsmentje ellenben úgy döntött, hogy távozik, éppen ezért a teljes tulajdon megvásárlását felajánlotta a Siklósi önkormányzatnak. A kisváros pedig befektetett. Mi úgy gondoltuk, hogy a legjobb megoldás akkor a 100%-os tulajdonosok vagyunk. Tehát nem igazán, nem lett volna célszerű 51%-ot megszerezni, vagy 75%-ot, akkor már legyen a miénk, hiszen itt egy 1 millió forintos cégről van mindössze szó, és ha netán saját magunk akartunk volna a KHT-t létrehozni, az is 1 millió forintos cég lehetett volna, tehát nem volt vételkényszer. Ugyanakkor ezek szerint a közeljövőben minden jellegű fejlesztés és beruházás az önkormányzatot terheli majd. Természetesen, tehát mint tulajdonos egyébként eddig is terhel bennünket ilyen kötelezettség. Na jó, tehát korábban ott volt mondjuk az irgalmas rend KHT, akik elég sok mindent felvállaltak. Való igaz, és ez lett volna a könnyebbség az önkormányzat számára, most mindez visszaszáll a mi fejünkre, tehát nekünk kell megteremteni mindazokat a feltételeket, és itt erre céloztam az elején, hogy az irgalmas rend kilépése ezért okozott kellemetlen szituációt számunkra, de hát ez egy előre kiszámíthatatlan lépés volt. A siklósi kórház dolgozói közül 40-en döntöttek úgy, hogy távoznak. A közalkalmazotti státuszt pedig minden ott maradt dolgozó elveszítette. Az épület csak néhány hónapig fogadja a jelenlegi ügyvezetőket, ugyanis nekik is távozniuk kell. Addig, ameddig az önkormányzat pályázata alapján megfelelő gazdasági és szakmai vezetőt nem találnak, addig az átmeneti időszakban a szakmai vezetését a kórháznak tovább viszem. Tehát akkor az annyit jelent, hogy az ön megbízatása is megközelítőleg 3 hónapig tart? Természetesen. Az elmúlt időszak Herceg utcáig oda vezettek, hogy ez a továbbiakban ilyen formában nem követhető. Ezért egy végleges megoldást kell kidolgozni. A végleges megoldás az adott, az önkormányzat tulajdonába került a KHT, és az önkormányzat megfelelő személyeket fog találni az előbb említett feladatok ellátására. Ki fogja majd az új műtőblokknak a kialakítását finanszírozni, hiszen ha jól tudom, akkor eleve ez több millió forintjába kerülhet elméletileg akár az önkormányzatnak is. Ez így van. Benyújtottunk egy pályázatot, a megegyeztető fórum már meg is tárgyalta, elfogadta, a Népjóléti Minisztériumnak, a Belügyminisztériumnak felterjesztettük. Én remélem, hogy sikerül indokainkat megértik, és állami pályázati pénzekből ezt a műtőbb blokk rekonstrukciót, beruházást megvalósítani. Egyébként azt elmondanám, hogy messze nem arról van szó ma már, amiről korábban itt beszéltek, hogy több 100 millió forintos beruházás. Azt hiszem, hogy ez egy kicsit túl dramatizálása volt a dolgoknak. Kisebb összegekből is meg tudjuk csinálni. Mi egy 120 millió forintos pályázatot nyújtottunk be. Az egészségügyi kormányzat június 30-áig adott határidőt az új műtőblokk kialakítására. A polgármester szerint azonban ezt az időpontot módosítani fogják, de akkor is még marad egy vészhelyzet. Mi lesz, ha nem nyernek pályázati pénzt? Rendkívül kellemetlen helyzetbe kerülünk, illetve kerül az egész környék, hiszen kérni fogjuk a megyei, illetőleg a helyi önkormányzatok támogatását, segítségét ebben a kérdésben, nem csak siklósi a kórház, ezt még egyszer el kell mondanom. Tehát itt az a 50-60 település, aki ide tartozik, ugyancsak magáénak kell, hogy érezze ezt. Tehát amennyiben nem sikerül állami pénzeket szereznünk, akkor megpróbáljuk a környék összefogásával megvalósítani a beruházást, még akkor is, hogyha ez pillanatnyilag úgy tűnik, hogy erőnket meghaladó feladat. Most pedig két különleges kulturális kezdeményezésről és a mögöttük álló alkotóművészekről számolunk be. A Pécsi Francia Intézet meghívására érkezett május elején a Baranyai megyeszékhelyre Renaud Emoni. Alkotni és ismerkedni jött a toulouse-i művész a mediterrán klímájú városba. Alkotásaiból a Pécsi Civil Közösségek Házában és a Közelítés Galériában nyílt kiállítás. Amikor Renaud Emoni Pécsre érkezett, ragyogott a nap, akár Marseille-ben. Az emberek sétálgattak az utcákon, a lányok rámosolyogtak, a fiúk trabanttal köröztek a Széchenyi téren. Idillikus kép már az első pillanatokban. Mozgás, élénkség, ragyogó színek. Egy olyan művészet, mely keveset gondol a szabályokkal, a megszokással, a divatokkal, a művésziességgel. Nyitott, vizuális, nyers, primitív, merészen figuratív, sokszoros torzításokkal, humorosan. Renaud Emoni a festést érzéki örömnek tartja, és ez szervesen illeszkedik a dél-francia képvilágba, ahonnan származik és ahonnan merít. Azt hülye
A nők nagyon fontos szerepet játszanak az életemben, így a képeimen is. A pécsiek különösen szépek és nyugodtak, nem úgy, mint nálunk. És bár nem értem a magyar nyelvet, azt hiszem van humoruk is. Kellemes volt ezt felfedezni, csak úgy, mint a város szépségét. Ezért vidámak a festmények, melegek és élénkek a színek. Mediterrán és nyugodt. Az egy hét alatt ez a két jelző fogalmazódott meg benne, hasonlítva és egyben ellenpontozva saját világával. A kertek, a parkok, az építészeti emlékek ragadták meg, na és a belváros, a maga sok színűségével. Ezek a képek percek alatt születtek meg benne. Jól ismerni egy várost csak akkor lehet, ha benne él valaki. Így ez nem egy befejezett munka, benyomások összegzése csupán, néhol provokatív eszközökkel, kontrasztokkal. مش برضا غني رمشك فتن واظهر وزني شاغل عيني Renaud et Monet 29 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Provence-ban. Tanulmányait Avignonban végezte, ezen a környéken kezdte el kiállítani első munkáit, táblaképeket, plakátokat, nyomtatványokat egyedül és csoportosan. Később telepedett le Toulouse-ban és vált tagjává egy dinamikus művészeti mozgalomnak, amely keresi a gyökereit, és azokat az okszitán kultúrában véli felfedezni, még akkor is, ha erre a hagyományvilágra egyre nehezebb rátalálni. Sokféle hatás ért, főként a naív, primitív alkotók irányítottak e felé a kifejezésmód felé, akiknek nem az az első rendű, hogy kiállítsanak, hanem hogy élvezzék, amit csinálnak. A fiatal művész május végéig marad, és egy merőben új ötletet tervez megvalósítani. Miután megismerkedett a pécsi alkotókkal, egy valakit Toulouse-ba invitál, hasonló lehetőséget teremtve számára a megmutatkozásra. Látásmódja rólunk és városunkról azonban velünk marad. Képei lehetőséget adnak a későbbiekben, hogy lássuk azt, amit tán sosem vennénk észre, csak egy dél-francia szemüvegén át. Két művészeti ág találkozásának, egymásra hatásának különleges pillanatait élhette át a pécsi harmadik színház közönsége legutóbb, amikor Weber Kristóf pécsi zeneszerző Dobogó című művére táncolt a Somogy Tánc Együttes. A zene és a néptánc ősi elemei, mély gyökerei váltak ezen az estén tapintható közelségű élményé mindazoknak, akik jelen voltak a nézőtéren. Mi ezt az élményt osztjuk meg most önökkel. Nagyon régóta táncolok. És egyszer csak észrevettem azt, hogy miközben állok a buszmegállóban, kopog a lábam, mozog a lábam, vagy bárhol ülök, mindig valami ritmusokat kiár a lábam. És elkezdtek ezek a ritmusok érdekelni, aztán egyszer csak megláttam az Antonio Gades-nak a Carmen című filmjét, és akkor nem tudatosan csak éreztem, hogy ez valami olyasmi, amit én egyszer szeretnék a magyar táncokkal megcsinálni. És elkezdtem ezen gondolkodni, és elkezdtem kísérletezni a magam szakállára, és ez így bekerült a, tulajdonképpen az Engő Együttes műsorába egy ilyen szóló táncon, amiben csak ritmus volt. És azt kezdtem egyre inkább elrajzolni, tehát egyre kevésbé próbáltam használni a néptáncban adott területre jellemző szabályszerűségeket, és próbáltam minél jobban szabadabbá tenni ezt. Ez
ez a fajta műfaj nem új keletű az együttesünk életében, csak ezzel a Dobogó címprogram címadó darabjával kicsúcsosodott ez a műfaj az együttes repertoárján. Tulajdonképpen három stílusunk van. Az első a folklor, ami minden tánc együttes, néptánc együttesre jellemző. A folklor a néprajzi értékek, néphagyományok őrzése. Másikként tánc színházi produkciókkal foglalkozunk. És a harmadik stílusunk, ez, aminek még nem adtunk Isten igazából nevet, most úgy hirtelen az jutott eszembe a döngő után, hogy a döngő műfaj, a döngő gondolmondó stílus, valami ilyesmi érződik ebből, ezzel lehetne jellemezni. Ahol a nyelvértékei, a beszéd, a hangok, az emberi hangok, a tárgyak hangjai, a különféle zörejek, a csönd, a tánc, a mozdulatok összességéből, szerves összességéből valami egészen fantasztikus dolog bontakozik ki. Tulajdonképpen az eddigi pályafutásom alatt ilyen stílus nem nagyon véletlen felfedezni, ahol ennyi minden történik egy idő alatt. Én azt mondom, hogy elsősorban Magyarország tánc történetében ez egy egyedülálló próbálkozás. Most eljutottunk oda, hogy Dobogó, ami egy nagyon kellemes, még továbbfejlesztett változat és elgondolkodható változat ennek. Megmutatta a Marci a zenét, amit a Kristóf írt, és meghallgattuk, és ültünk, és néztünk, hogy na, ebből mi lesz. És ahogy elkezdtünk vele foglalkozni, olyan volt, mint egy játék. És ha az ember játéknak fogja fel, akkor sokkal könnyebb bármit csinálni. Magazinműsorral legközelebb szerdán jelentkezünk. Ha kíváncsiak a hétvége és a mai nap eseményei és a tehetik, akkor maradjanak velünk. Következik rövidesen a Dél-Dunántúli iradó. Én a magam részéről elköszönök a viszontlátásra.